nem szerette benne ezt a valami emberi, ezt a kicsit beképzelt németet. Nem szerette. És óriási művész. És erre rájöttem, hogy az annyinál borzasztóan sokat számít az, hogy nem csak az, hogy hogy játszik, hanem az, hogy ki a játszik. Hát erről van így beszél, Karajan szerette. Igen. A végén, nem mindig. A végén. Cifra Gyurit is. Na aztán ez egy külön sztori, amit nagyon el akarom mondani az újságírók, akármit csinálsz, és ezt el tudom mondani. Tudjuk el, mindenki arról beszél, hogy hát ugye Anni, meg a Cifra felnesége volt, és mit a, lehetett ez sztori, hogy felvásárolta a jegyeket, illetve a Amerikát. Na hát a helyzet az, hogy az Anni egész egyszerűen egy más vonalat képviselt, mint a Gyuri, de viszont az elismerte, és egyre jobban szerette. Tehát a Gyurinak az élete végén, mert valami túlélte a Gyurit, az élete végére mondta, hogy most már nagyon szeretem, igazán szeretem Cifra, nem csak mint zongoristát, hanem mint művészt, mert szabadon játszik. És az Annának pontosan ez volt a legfontosabb, hogy szabadon, nem gépésre. Na, köszönöm szépen, aztán majd. Ez tényleg köszönöm a Cifra Györgytől, hogy tehetek, mert valóban megpróbálták kiátszani egymás ellenüket, teljesen hazug módon, ez nem volt igaz, és ennek az például, hogy a Tutavadár felment a minisztériumba, és azt mondta, hogy ne engedjék el a Cifra Györgyt Amerikába. Erre megkérdezte, hogy tessék mondani, ez igaz? Azt mondja, hát mindenben van valami igazság, tényleg volt a minisztériumban egy ülés, amin ott voltam, és arról volt, hogy kit engedjék ki Amerikába, és akkor azt mondta, hogy hát a Cifrát engedjétek ki, mert az biztos hoz pénzt.